száraz kenyér között volt egy félig megharapott kenyér, a tetején egy olivabogyó vagy. 3, 2, 1, kíváncsi leszek. Hú, mint az itthoni mikrónak. Wow! Ne! Allergiás a melegre a gyerek? Milyen gyereked van már, bocsánat? Na hello srácok, sziasztok és üdvözöllek titeket! Újra itt egy királyságos tővári napszemüveg kalandban. Itt én a Sikergő csatornán. Nagyon-nagyon rég jártunk már a mi kis gourmet együnk éttermünkbe, úgyhogy a mai epizódban ezt fogjuk kipróbálni. Nagyon remélem, hogy ott a kamera, és nem csak össze-vissza, elbeszélek nektek így, azt tudom, hogy erre van a hátam mögött, és itt egy tévé, úgyhogy ez jó lenne nem leverni. Úgyhogy, gourmet chef, talán ez volt az első job szimulátoros játék, amit játszottam, már nem emlékszem, úgyhogy nyugodtan írjátok le a komment szekcióba, hogy Gergő, bolond vagy. Bolond vagy, és mi vagy, annyira régen volt már, de azt tudom, hogy játszottam vele. Tehát azt tudom, hogy azért pár részen túlhaladtunk, úgyhogy lehet, hogy... Ujjjj, viszont az asztal alá, ahogy beteszem a kezemet, azt nem látja itt a gépezet. Ez így érdekes lesz. Úgyhogy mondjuk haladjunk az ötödik részre, jó? A sandwich stacking. Csináljuk a sandwich stackinget, mert nem akarom azt, hogy előről kezdjük, mert emlékszem, hogy már játszottunk vele, csak oly rég volt. Üdvözöllek titeket itt a királyságos gourmet Jager étterembe. Gourmet chef. Nevem a Gordon Ramsay. Azt mondja, hogy irány főzni ember. Chef human. Én vagyok a chef ember. Ezt majd elmossuk. Mit kell csinálni? Sandwichet fogunk csinálni. Sandwich. Sandwichet fogunk készíteni, srácok. És egy a bajom. Hogy még ne... Mamma mia, a sandwich stacker 2000. Tehát négy... Aha. Itt ezt akkor lesznek itt problémák, mert itt van az én asztalom. Egy. Hát ez így össze-vissza fog bugolni a kezem. Kettő. Hoppá. ezt nem látta se... Én meg akartam fújni! így is rámegy. És még itt van, azt mondja, hogy négy. Oké. Okay. És rátesszük ezt a tömör, gyönyör, picike kis olivabogyót. Na, kinyögtem. Puk! Ez volt a sandwich. Szóval... Nem akar annyi glutén tenni, de ez nagyon szendvicsül néz ki. Ez így van, mi vagy ez egy szendvics? Mondjuk két száraz kenyér között volt egy félig megharapott kenyér, a tetején egy olivabogyóval. Na tenye fel a kezét, aki azt mondaná, hogy ez a legjobb szendvics a földön! Mennyit fizetnél érte? Én szerintem 14,5 forintot sem. Ez amúgy nagyon veszélyes, át tudom szúrni a kezemet. It is 1984. Ez rohadt, elnézést, Mr. Franzőzis robot, das németül beszélek, petit steak ratten, de semmi probléma. Szóval, ezt az 1910-valahanyas széket kell megsütnünk, steak, és ugye hivatalosan, nyugi, még nincs kész, ki ne gyere csengő haverom, leesett egy bögre. Szóval egy steaket nagyon-nagyon fontos, hogy előre melegített lapon csináljunk. Úgyhogy felcsavarjuk maxi gázra. Hot pan, olive oil, season done. Ahogy Mr. Gordon Ramsay úr mondja nekünk. Úgyhogy kerestünk kéne olívaolajat. Amúgy Mr. Franzőzis úr, lenne nekünk jó húsunk is, de jó van. Cold, not cold. Na nézzük, a nem hideg hűtő. Grape juice, hot sauce. Akkor mi lenne? Aj, de jó hangja van! Még egyszer! Aha! Puk! Kóstoljuk meg! Ez egyetlen egy baj van ezzel az étterem, hogy nincsen itt tutti juice. Ez nagyon-nagyon rossz, ezért én egy csillagot hagynék. Na! Egy picikét meghintjük inni. Tökéletes. És akkor mehet is a Mamma Mia steak-e. Egyik oldalát. Tökéletes, így nagyon. Igen. Oké, well done-ra szeretné, úgy a legrosszabb a steak. De, yes. És ő is bort kér! Srácok, a steaket, én imádom a steaket, aki ismer engem, és mondjuk kérdez feleleknél, hogy valahol figyelt, az én kedvenc húsom, kedvenc ételem a steak, és én medium-on, azaz
kvázi félig nyersen eszem. Veldandra sosem sütünk egy steaket, mert azzal tönkre tesszük a drága húst, mert egy steak azért nem egy sima gagyi marha hús. Sose együk Veldanon, főleg nem ennyire Veldanon. Kell nekünk egy ilyen cserfes pohár. Mi van rajta? Kérném, köszönöm szépen, Jedi erő. Pont ilyen finom bort kért. Ez egy jó bor. Értem, restaurantba kivisszük. Két hagyja, igen. Igen. Igen, ezzel rohadt volt. Mi? Most az a baja, hogy én rossz hús, hát de ő kérte. És most fizessek neki? Mi a baj? Most mit csináltam rosszul? Ja, rá kellett tennem a hús. Oké. Zibot, pöti egészségére. Itt lett volna season. Ez mi? Chili powder. Oké. Next! Get to work! Human! Ez de kire. Mi lesz a kérés? Szia! Timmy Buttnak van a születésnapja! Timmy Butt! Szülinap! Timmy Butt! Oké. Pizzát fogunk csinálni. Pizzát! Igen. Ajaj. Mi fogjuk megcsinálni a paradicsom szószt? Figyelj! Otthoni tomato szósz lesz. Mit kell nekünk? Blender! Otthon készített paradicsom szósz lesz, ami nagyon-nagyon egészséges. Kell nekünk egy fresh paradicsom. Ez amúgy paradicsom? Ez alma! Paradicsom. Az hűtőben lesz? Elég valószínű, igaz? Nincs itt! Hűtő. Fagyasztóval biztos, hogy nem? Így van. Para, picsom, dicsom. Egy. Kupak. Spi. Jó, ez ilyen újfajta. Igazából, hogyha fognád, ezt így meghúznád, ez így fröskölne szét. Bread? Kenyérre fogjuk rakni? Ez szórakozik? Srácok, ezért én nem vállalok felelősséget. Ez most komoly? Mikro? Oké, mikro. Szóval a mikróban, ha sajtot olvasztunk, na jó, ezt elkészítsük élőben. Kenyéren, frissen dalált paradicsom, kenyéren, sajttal. Ha szeretnétek, ezt elkészíthetjük élőben. Remélem, nem szeretitek. Na, újra találkozunk, kedves sajt! Ki látta az előző VR videót? Így. Igen, és még rakhatok rá, amit én szeretnék? Mondjuk egy gombát. Somebody gomba. Nincsen ilyen chopping board, ahol tudok felvágni. Toast, sink, sandwich, jaj, elnejtsem. Hát akkor így. Jó. És akkor ez mikro. Azzal van valami azzal a bögrével. Microwave. Jó. Meg tudom úgy fogni a tányért. Ne! Az istenit. Jobb lett volna. Ha ebbe pakolom rá. Azt kérem. Azt. Give me Jedi erővel. Jó. Ne esd ki! Az Isten áldjon meg! Kell gomba, a gyerekeknek van az egészséges. 3, 2, 1, kíváncsi leszek. Mint az itthoni mikrónak. Már bocsánat! Te ez hogy lehetséges? Na jó, ezt meg kell csinálnunk élőbe. Ezt ki kell próbálnunk élőbe. Tehát, paradicsom, rá kenyérre, rá egy egész sajt, rá egy egész gomba is, ne kell egy ilyen mikró. Hol lehet ezt a mikrót megvenni? Na! Jesus, de várjál is amúgy, ha megmikrózom ezt a papírt. Igen, figyelek! Jó volt a pizza? Nem? Várjál! Allergiás a paradicsomra. Szószat akar. Azt a szót. Applesauce!
Apple. Oh, egyétek meg ezt! Oké, apple sauce. Hurrá! Jaj, amúgy a hűtőt meg nyitva hagytam. De várjál, az övére majd tojást csinálunk. Figyelj, meg is sütjük. Kérrej mód. Megsült? Oh! Na ez a kezem debugos. Hello! Jó. Na várjatok, kell nekünk a blender. Újra. Most kell nekünk alma. Ó, de ebben még van paradicsomlé. Mi lenne, ha beleengednénk ebbe a... Így. Ez így tökéletes. Jó. Égyni bele. Bum bum. Kenyér. Nem érem el! Jó. Menj innen te, mi az a héj, ez menjen már innen. Héja! Ezt nem tudom megenni, pedig a héjában van a vitamin. Igaz? Igaz, srácok? Ki ismeri ezt a viccet? Jó? Oh, one more thing. Ah! Timmy is also allergic to worms. Could you just serve the ingredients raw? Ne! Allergiás a melegre a gyerek? Milyen gyereked van? Már bocsánat. Na várjál. Nyersen kell! Most ez komoly? Még egy sajt. Édni. Tehetek rajt? Én ezt még úgy rátenném. Na. Szegény Timi. Timi, sajnállak. Ez egy borzalmas pizza. Jesus Christ. Jesus Christ. Igen? Speciális szendvics. Just how I like it. Azt pontosan így szeretem. Rakjál rá sót! Bocsánat. Elnézést, uram. Bocsánat. Menjen innen. Menjen innen. Tessék. Timi, az boldog... Boldog szülinapot! Juhú! Na! Ezt mindjárt fel is szolgálom valakinek. Srácok, ez a pizza engem lesokkolt. Ez a pizza engem lesokkolt, úgyhogy amíg én itt elfogyasztom ezt a nyers, fagyott, nagyon finom csirket szobban, addig kérlek szépen, ha tetszett, akkor veressetek egy óriási lájkot, és ha szeretnétek még folytatást, továbbá szeretnétek, hogy kipróbáljuk a élőben is ezt a pizza elkészítést, akkor veressetek egy óriási lájkot erre a videóra. Én elfogyasztom az esti Joe-zabát, de isteni finomságos lesz. Itt a kis kedvenc rohadó bögrén. Nagyon jó. Köszi, hogy itt voltatok, ti vagytok a legeslegjobbak. Don't forget my friends. Tutti zsúz egyre több helyen az országban, hogy ne ilyen levet kelljen innunk. Találkozunk holnap meg minden egyes nap. Sziasztok!